A tavalyi évben Peller Anna szórakoztatta a szép számban résztvevő nyugdíjasokat az Idősek Világnapján, idén pedig Mudzsahid Zoltán és a Bartina Néptánc Egyesület tesz ugyanígy. A Szekszárdon élő szépkorúakat köszönti a város. Erről tartott sajtótájékoztatót Gyurkovics János alpolgármester. A hagyományoknak megfelelően színházi előadásra várják az időseket a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében. Lényege a dolognak, hogy Mudzsahid Zoltán Széchy Pál dalokat fog énekelni, és a művészer után a Bartina együttes fog fellépni, és így lesz komplett a műsor délelőtt és délután is. A délelőtti program az 11 órakor kezdődik, a délutáni program 14 órakor kezdődik. A múlt héten már regisztrálni lehetett pénteken 8-tól 14 óráig. A részvétel a 65. életévet betöltött szekszárdi lakosoknak most is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni telefonon lehet hétköznapokon, szeptember 28-ig csütörtökig bezáróan egészen 4 óráig. Az érdeklődés az a délutáni előadásra nagyobb, a délelőttire kevesebb, de ha ilyen ütemben haladunk, mert hát 2 napig volt a regisztrálásra lehetőség, pénteken és hétfőn, akkor úgy érezzük, vagy úgy látjuk, hogy a délutáni az biztos, hogy teltházas lesz, és hát a délelőttinél ott még van jelentkezési lehetőség, hát bízunk benne, hogy ott is azért egy szép szám össze fog majd jönni. A jelentkezőknek a nevét kell leadniuk, illetve fontos meghatározni, hogy a délelőtti vagy a délutáni ünnepségre kívánnak menni. A könnyebb azonosítás véget érdemes a lakcímkártyát is vinni.